Szia! Szia! Az a jó hírünk van, hogy a szokásos évi februári alkotótáborunkat meg tudjuk tartani, méghozzá biztonságosan és szabályosan. Múlt héten Anitát az ügyfélszolgálatról megkértük, hogy legyen szíves hívja föl az állami COVID zöld számot, ahol mindenféle jogi ügyekben is tudnak segítséget adni. És mivel a panziók, hotelek fogadhatnak oktatási céllal vendégeket, és ugye nekünk a fő tevékenységünk a tanítás, az oktatás, és a táborban is ugye ezt csináljuk. Így ez a tábor abszolút zöld utat kapott, és a legnagyobb örömünkre meg tudjuk tartani mind a két februári táborunkat, és akkor nézzük azt, hogy hogyan tudjuk, milyen feltételekkel tudjuk megtartani. Természetesen nagyon fogunk ügyelni a biztonságra, tehát minden olyan előírás, óvintézkedést szeretnénk betartani, ami ahhoz szükséges, hogy jól érezzük magunkat, és biztonságban érezzük magunkat a táborban. Tehát egyrésztről a maszkviselés az kötelező lesz, a minimum másfél méter távolságra ülünk egymástól, azt is szintén be fogjuk tartani. Ez valószínűleg az lesz, hogy két csoportra fogunk oszlani, és az egyik csoport az egyik helyen lesz, a másik a másik helyen, és így meg tudjuk tartani a távolságot is, illetve azt, hogy egy teremben, egy légtérben most per pillanat maximum 10 fő tartózkodhat egy oktatáson. Ami szokott lenni a táborban, de most ebben a helyzetben nem tudjuk megtartani, azok a jogaórák. Jó, most nem lesz így hely, ahol külön meg tudnánk tartani ezekkel a feltételekkel az órákat, illetve a közös tábortűz, az is most el fog maradni. És hogyha úgy érzed, hogy ezekkel a feltételekkel te szívesen jönnél táborozni, tanulni, egy kicsit pihenni, kiszakadni otthonról, akkor a február 20-ával kezdődő táborunkban van még 5 szabad hely. És akkor várunk téged szeretettel. És nagy lelkesedéssel és örömmel, és mi nagyon-nagyon ott vagyunk már a táborban, úgyhogy csatlakozz hozzánk. Igen. Sziasztok, szia! Szia!